Próbáld meg így majd kipréselni, vagy nem tudom, valami ilyesmi. Tehát ilyen módon. Így kijön az olaja, tehát nem reszeljük, hanem kis fokával tessék. Most akkor egy kis lisztet. Itt az olajat már hevítem. Vagy én tegyem a lisztet, te meg keverd, mintha hogy oda ne égjem. Jó? Amikor egy picit megpirult, picit hideg vízzel elkeverjük. Tegyük bele a diót, itt van az orrom előtt is, máshol keresem. Hogy? Keverd, állandó keverés mellett. És az összezúzott fokhagymát. Ejjjj. Nagyjárt. Kifogom belőle. Ha? Úgy ugrik a fokhagyma a dióba. A rizst különben megpároljuk, hát ez már, aki velünk tart, ez alatt a közel fél száz étel készítése. Köszönöm. Mellett, az, annak már egy rizs megpárolása nem lehet feladat, úgyhogy ezt már szégyelném is elmagyarázni, hogy kell, pláne, hogyha az ember kész rizst vesz. Hát, aki a recept nézői közül nem tud rizst párolni, hát az. Na, még egy icipici olajat. Igen, én azt hittem, hogy nem is kell hozzá ennyi víz, de ilyen mézszerűnek kéne ennek lennie. Ó, kezd jó lenni most. Na. Most adjál nekem egy vagy én előveszek egy jó éles kés. Most szabad? Hogy? Most egy szót se szóltam, úgyhogy nyugodtan. Jó. Azt hiszem, hogy a csirke, pardon, elkészült. Ó, mi? Az, döfi. Édenéz. Még jobb is, mint hogyha forgott volna, mert így. Igen. Egy pillanat, már én elő is veszek egy tányért, mert ez csak idegen. Tesszük egymás mellé. Ez kész van ez a mártás. Igen. Most a csirkét feldaraboljuk. Szereted a combját? Azt annyira nem. Ha nem? Hanem a mellét. Mellé. Várjál, hogy csináljam a összevagdalom. Na, de igazi mellrész. Így. Mártás. Ez a diós mártás. És a párolt rizs. Hoppó. Van, aki úgy szereti, hogy nincs rajta a mártás a köreten, de én azért teszek rá egy kicsit, mert az Imre így szereti. Ó, bizony, ezt még ide tehetjük. Hölgyeim és uraim! Tessék! Köszönöm szépen! Tessék! Köszönöm! És mintegy a hetet megkoronázva, péntek lévén búcsúzunk Önöktől a diós az. Sült csirke diós mártásban. Ez rettenetesen finom. Albán étel különlegesség. Azt hiszem, hogy... Albán hetünk ezzel végéhez érkezik. De jó ez a dió benne. Nagyon finom, hogy így ropog. Fokhagymás dió. Azt hiszem, hogy sikerült fölkelteni az érdeklődésüket az
Albán konyha irán. Jövő héten, mivel nagyon sok levelet kaptunk önöktől, sőt, személyesen is találkoztam több hölgyel, aki nagy érdeklődéssel figyeli az adásunkat. Megemlítették, hogy mindig van érdekességeket, különlegességeket csinálunk, de valami olcsóbb dolgot nem tudnánk-e bemutatni. Megmondom őszintén, hogy ugyan a különlegességek ezek, de azért nem olyan drágák. De most kifejezetten, jövő héten olcsó ételeket fogunk készíteni. De ettől függetlenül ne felejtsék el. Jó, ha tudják, hogy a legjobb recepteket tőlünk kapják. Úgyhogy viszont látásra a jövő héten is, amikor olcsó ételekkel fogunk kedveskedni önöknek. És a pénztárcájuknak. Ahhoz is jó étvágyat kívánok. A viszont látásra. Receptklub támogatója a Kelemen tészta. Végre tökéletes a frizurája. Fújhatja, ha nem olyan hajlakot használ, amelyik mindig a legjobb tartást adja. A Pantene Flexible hajlak tökéletes tartást biztosít, míg az egyedülálló elastestől a frizura rugalmas és így természetes marad. A Pantene-től a frizurán még a legszélsőségesebb helyzetekben is megőrzi tartását. Mégis természetes. Pantene Provi hajlakok. Tökéletes tartást adnak. Hölgyeim és uraim! Ezt itt mind megnyerhetik, ugyanis a Cheese egy olyan műsor, ami május 3-án indul minden vasárnap 19 óra 30 perces kezdettel. Kérjük, küldjenek be minden olyan otthon készült videófelvételt. Ami röhögni lehet, lesz játék, és ezt itt mind megnyerhetik. Tudom, hogy nem szép dolog a káröröm. Dehogy ne. Ugyanis nincs benne irítség. Cheese! Vigyázzanak! Nehogy halálra röhögjék magukat. A Cheese megtekintése előtt kérdezem meg orvosát vagy gyógyszerészét. Megveszem ezt a nőt. Magyar hangok. Szilágyi Tibor, Menszátor Magdolna, Pásztor Erzsi, Szabó Gabi, Sörös Sándor, Kautsky Armand, Tahi József, Andai Györgyi, Almási Éva, Vasvári Emese, Győri Péter, Csere Ágnes, Rudolf Teri, Dobránszki Zoltán, Csankó Zoltán, Szabó Otto, Barbinek Péter, Margittai Ági, Szirtes Ági. Magyar szöveg Sára Ágnes, hangmérnök Bognár Gyula, rendezőasszisztens Hirti Ildikó, vágó Katona Edit, gyártásvezető Pálinkó Mária, szinkronrendező Kis Beáta. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Videovox stúdióban készült. Megveszem ezt a nőt. 36. rész.